Már a rajtja sem szokványos a Burger King brutálfutás 5.0 versenynek, de maga az esemény is rendhagyó, egyfajta terepfutás és katonai rohampálya keveréke. A 7 kilométeres táv nem tűnik riasztónak, de a nyáregyházi motocross pályán és környékén kialakított 17 akadály szavatolja, hogy ezt senki sem ússza meg szárazon. Bár az idei 1629 nevező nem is akarta, hiszen éppen ez a vonzó ebben a rendezvényben, hogy itt minden induló legálisan koszolhatja össze magát. Ráadásul a 7 futam után a leggyorsabbak még egyszer nekivághatnak a pályának egy döntő menetben, ahonnan a korosztályos győztesek kerülnek ki. Az idei leggyorsabbak Kalász Tamás és Erdős Rita voltak. 9 órakor indultam a legelső futamba, azóta eltelt nem is tudom x pár óra, nehezen bírtam újra felpörögni, aztán ahogy elkezdődött, lecsapódott a kapu után, azért minden megváltozott, csak a versenyre koncentráltam. Az elején jól ment, utána itt a brutál körbe utolért, aki második lesz rász, és utána még tudtam újítani a szögezsorot, utána ez volt a kulcs. Heti 5-6-ot edzek, futok is, erősítek is mellette, úgyhogy abszolút éreztem magamban az erőt, de nem tudtam, hogy ilyesmire is elég lesz, hogy megnyerhetem. És megnyeri a női egyes kategóriát Erdős Rita Noémi. Számítottál rá, hogy ma te leszel a leggyorsabb? Hát reménykedtem, de nem voltam még benne biztos, mert az az első ilyen versenyem. Kiváló futás!